Kanadának indult, aztán azt kell mondanom, az eredményre nézünk, hogy ha valaki csak azt nézi, akkor ez egy sima meccs volt a Fradi ellen, hogy láttátok belülről? Igen, valóban az eredmény alapján mondhatni, de belülről egyáltalán nem volt ez ilyen sima, amint mondtam, hogy a Fradinak is rengeteg minőségi helyzete volt, nagyon sokat dolgoztak értük, szerencsére nagyon jól védett a kapusunk, jól is zártunk vissza, nyilván a hibák után próbáltunk ezeket, hogy ne legyen gól a vége, ezeket most sikerült úgy csinálnunk, hogy ne lőjenek több gólt, mint egy, és ez nagy hozzá segített ahhoz, hogy a végén győztünk. Több könnyen hibát védettünk hátul, amit ők megkihasználtak, úgyhogy megerült a nyertes. Másképpen alakult volna, hogyha megadják azt a gólt, és 3-2-re tudtok szépíteni? Mi történt ott? Miért nem adták meg végül, mert ezt nem is... Azt mondják, hogy magas bot volt, amit visszanéztek, úgyhogy valószínűleg az is volt. De persze, hogyha az most ott 3-2 van, és nem pedig ugye 4-1, ahogy lett, az lehet, hogy változott volna a meccsen, de hát nem volt gól, úgyhogy fölösleges ezen gondolkodni. Biztos, hogy egy forduló pont volt az is a mérkőzésen, mert 3-1, ugye 3-2, ők gól után lendületbe jöttek volna, de nyilván én nem videóztam még vissza a szituációt, de azért azt mondták, hogy nagyon tisztán magas volt, tehát szabálytalan gól volt, úgyhogy szerencsére ez most akkor nem úgy alakult, nem pattant be nekik, és akkor ezáltal az a 3-1 azért az egy olyan magabiztos előny volt, és tudtunk tovább dolgozni, hogy ezt növeljük. Kívülről úgy tűnt, hogy a B a HC-nek kompaktabb volt a csapatjátéka, gyorsabban is reagáltak, talán néhány szituációban álltak, sok volt a védekezésbeli hiba, de hogy látod, ez így volt? Igen. Alapvető hibákat vétettünk hátul, egyszer pontatlan passzokat adtunk, és ahogy mondtad, talán ők kompaktabbak voltak, és jobban segítették egymást. Nagyon taktikai meccs volt szerintem, és ránk kicsit az elmúlt két meccsen kicsit hektikus volt ez a része, hogy nem voltunk túl kompaktak, de mivel jó a sebességünk, és ezt tudjuk használni, és ha így együtt mozgunk öten, és hátul van egy jó tartás, akkor jó dolgunkra vagyunk képesek, és ma szerintem ezt bizonyítottuk. Itt van nektek, nem annyira megy, hiszen 6-ból csak 2 meccset tudtatok megnyerni. Van még egy meccs a Deac ellen, azon lehet javítani, jobb idegenben játszani? Hogy látod? Nem hinném, szerintem a szurkolóink. Úgyhogy mondanám, hogy ezt azon eleje van, de ez már jó pár meccs elment, úgyhogy össze kell szedni magunkat, és hát a hazai pálya meg különösen jobban kell küzdenünk ennél. Érzelmileg hogy érted azt meg, hogy a nevelő egyesületed ellen játszottál, és most először? Hát érdekes volt, de azért sok új játékos van ott is, és nem hiszem, hogy ez engem befolyásolt a meccsel. Fura a helyzet, hiszen nagyon sokáig ez a tüskecsarnok volt az otthonatok. Milyen volt úgymond hazajönni és itt vendégként játszani itt? Igen, furcsa volt nagyon az elmúlt, főleg én ugye már az elétől fogva itt voltam, és akkor nagyon sokáig sok évben elkeresztik, mondja, hogy nagyon furcsa volt idejönni, mint vendég. Igazából vendégöltözőt találtam így először, amikor jöttünk, úgyhogy egy nagyon jó érzés volt, ugye. De egy jó kis meccset tettünk szerintem ide a jégre, mint a Fradi. Ugye még van egy meccsetek a válogatott szünet előtt a DVTK ellen, hogy látod az a mérkőzés, milyen lesz idegenben? Miskolci nagyon erős, szintén egy fiatal csapat nagy lendülettel, főleg, hogy idegenbe utazunk, ugye előtte mi utazunk, nyilván otthon játszanak, frissebbek lesznek, ez nyilván ilyenkor a hazai csapatnak egy kicsit előny, de megpróbálunk felkészülten menni oda, mint ahogy ide is jöttünk, és reméljük, hogy 3 pontot érünk haza. Utána pedig válogatott várod, már új szövetségi kapitány lesz, új célok, átcsoportra készültök, várod már az összetartást? Igen, nagyon, nagyon várom, nyilván most koncentrálom még az utolsó forduló után, van egy kis mindenki kiengedi, egy kis tagősz, aki esetleg nem a válogatotthoz jön, mi meg ugye, megint összejövünk, és ugye, ahogy mondtad, új edző, új világbajnokság, új célok, tehát hogy nagyon, ezenkor mindig izgalmas ez, de mindenki várja már, nagyon.